Estét kívánok! Fociban sajnos nem lehetünk ott a világ élvonalában, de képzeljék, labda bűvészetben akár a legjobbak is lehetünk. A szabadfogású futball egészen új keletű művészet. Az akrobaták az interneten keresztül hergelik egymást újabb és újabb bőrültségekre. Foci másképpen, ez a freestyle, mert ennek a sportágnak csak annyi köze van a labdarúgáshoz, hogy ezt is bőrbogyóval játsszák, és nem is akárhogyan. A sportág magyarországi döntőjén vagyunk. 3 perc, 2 játékos és 1 labda, ami fél percenként gazdát cserél. A szabályok ennyire egyszerűek. A freestyle-nak mindössze 8 éves múltja van, és csak annyit lehet tudni róla, hogy valahonnan a Copacabanáról indult el. Egyfajta massza, egy keverék ez a sportág, aminek részei mindenképpen a brazil tengerparti foci, szambával keveredő foci, emellett megtalálhatók benne ilyen utcai, grundfoci jellegű elemek, valamint ilyen cirkuszi zsonglőr elemek, és ennek a keveredéséből és fejlődéséből alakult ki ez a sportág. Labdatartás lábújhegyen, próbálják csak ki, hogy milyen egyszerű. Annyira, hogy ezt a világon csak néhányan tudják Tufcsú után csinálni, és a Dunaszerdahelyről érkezett srác még csak 14 éves. Maradona kezdte csinálni, csak ő rövidebb ideig, és még egy csinálják, egy-ketten a világon, de nagyon kevesen. Én vagyok a harmadik a világon. A freestyle igazi élettere az internet, mert a trükkök a világhálón terjednek, változnak és közben fejlődnek. És hogy hol a vége? Ezt senki sem tudja, hiszen a trükkök lehetősége végtelen, csak a fantázia és a kreativitás szab nekik határt. A varázs, amikor egy kínai freestyler beszélget egy ausztrál után elküldi a videóját egy brazilnak, és utána egy kanadaival tárgyalja meg, hogy a trükk ez hogy néz ki, ez gyakorlatilag felgyorsítja a fejlődését. A versenyzőket árulszemű zsűri figyeli, hiszen a tét nem kisebb, mint kijutni São Paulo-ba, a világdöntőre, ahol már 44 ország bajnokaival kell valakinek megküzdeni. Erre most ennek a két fiatalembernek, Rokkónak és Tufcsónak van a esélye. Tartasz az ellenfelettől? Persze, szerintem ez természetes, mindenki tartana tőle. Ez pedig már a minden eldöntő. Nehéz is megmondani, hogy Tufcsó egyéni megoldásai, vagy Rokkó villámgyors láttechnikája lesz a nyerő, de aztán lehull a lepel. A dombrevi fiatalembert különben már láthatták a fókuszban. Nemrég érettségizett Sárospatakon és gépészmérnök karon szeretne tovább tanulni, de az őszi szemeszter közben lesz egy nagy feladata, a brazíliai VB. Korábban fociztam egyébként, kb. 3 éve, csak mikor láttam ezt a videót, egy freestyle videót, nagyon megtetszett, és azután csak ezzel foglalkoztam, és így már nem focizok. Amit a magyar freestylerek mutatnak, az világszám, mondja a sportág egyik osztrák ikonja, egyben a zsűri elnöke, aki maga is 8 éven át napi 3-4 órát gyakorolt, szóval hihetünk neki, és meg is mutatja, hogy az ő tudása bizony még nem kopott meg. Rokkónak nagy esélye van a döntőben is nyerni, mert a stílusa tökéletes, a mozgása is rendkívül gyors, szóval sok sikert kívánok neki. Rokkó tehát meghódíthatja Brazíliát, sőt akár a világot is. Lehet, hogy fociban újra nagyhatalom leszünk? Valószínűleg sokan örülnének neki, hiszen ez is foci, csak egy kicsit másképpen.